teher, lehetőség vagy alternatíva az online oktatás? Nagyon sokan foglalkoznak manapság ezzel a kérdéssel, mert fél év múlva itt az új tanév, és elég nagy az esélye, hogy a diákok újra otthon fognak ülni valamennyit, és online oktatásban fognak részesülni. Mai adásunkban ez lesz a téma. Két hónapja a frontális oktatást az online váltotta fel. Azóta a témával kétszer is foglalkoztunk, most újabb szempontokat vizsgálunk meg. Kitérünk két nagyon fontos szempontra is, a jogi oldalra és a Zoom fáradtságnak nevezett jelenségre is. Nehéz a 0-4 osztályosokkal az online oktatás, mert a kapcsolat létrehozásához és felügyeletéhez a szülők segítségére van szükség. Téglási Sándor és Rebeka Herman Mostert fia előkészítő osztályba jár. Hetente kétszer van konkrét online találkozása az osztállyal. Ezekben a jó az, hogy láthatják egymást, találkozhatnak egymással, láthatják azt, hogy valahol a házon kívül még mindig létezik gyerek, létezik társaság, vannak tanítónénik, vannak történetek, mesék, énekek, stb. Ami nem jó benne, az a digitális nyüzsgés, jövésmenés, ami a háttérben zajlik, és persze a bennük levő nyugtalanság és feszengés az is rátesz egy lapáttal. Ami a legnehezebb az, hogy a háttérből egy csomó zaj beszűrődik, az nagyon fontos, hogy amikor a frontális tudás, átadás zajlik, amikor csak a tanítónénnek kell beszélni, akkor van rá lehetőség, hogy a csoport többi tagját elhallgattassa. A mi fiunk például várja ezeket a találkozásokat részben, mert láthatja a többieket, meg tényleg történnek benne jó dolgok, de nem szereti ezt a kapcsolgatást, ezt, hogy sokat kell ülni a gép előtt. Ezeket nagyon nehéz abszolválni. A kis csoportokban ez nem annyira releváns, ott nyugodtabb a helyzet, ott szerintem jobban sikerül tanítani is, egymást meghallgatni, biztos vagy benne, hogy tanítani sokkal kellemesebb, könnyebb ilyen módon. A kisgyermekek online oktatása számos jogi kérdést is felvet. A legelső az online regisztráció. Sokszor előfordulhat sajnos, hogy a legjobb szándékkal is belecsúsznak egy-egy olyan helyzetben, hogy például egy olyan népszerű felületet ajánl az iskola a tantermen kívüli oktatásra, amire a gyerek nem regisztrálhatna fel, mert a felhasználási feltételekben nem töltötte még be azt a bizonyos korot, vagy kort, ami megengedni azt, hogy ő regisztráljon. Gyakran használják például a Facebookot, vagy a Messengert az oktatásra, aminek azonban a regisztrációs korhatára 13 év. Át kell gondolni a videós számon kérések kapcsán, az, hogy pedagógiai szempontból mennyire szükségszerű a gyerekről ez a videófelvétel készítése, vagy mennyire szükségszerű elvárni a gyerektől, hogy ilyen videófelvételt készítsen. Ahogyan te is mondtad, minden pedagógusnak szabadságában áll egyénileg eldönteni, hogy milyen beszámolási formát kér a diáktól. Itt természetesen nem kötelező az, hogy videós formában történjen ez a számonkérés. Gyerekjogi szempontból mi nem javasoljuk például egy tornaórai beszámolóhoz ezeknek a videófelvételeknek a rögzítését. Mindez azért veszélyes, mert bármely fénykép vagy videófelvétel felhasználható a készítője ellen, legyen az tanár vagy diák. Az új tanév első részében nagyon komolyan kell foglalkozni ezzel a témával. Az egyik legjobb magyar nyelvű jogi útmutatót a Hintaló Alapítvány honlapján lehet olvasni. Érdemes az imént bevágott videót is végignézni. A felnőtt képzésben jóval könnyebb az online oktatás, ezt otthon is tapasztaltam. Feleségem, kedves Emőke, egy éve tanul lengyelül online, a Białostokban élő tanárnőjével hetente kétszer beszélget. Az a legnagyobb előnye az online nyelvtanulásnak, hogy anyanyelvi tanártól tanulhat bármilyen nyelvet. Nagyon jó, hogy olyan nyelvtanárod van, aki az élő nyelvet beszéli. Felnőttként azért tudsz tudatosabban hozzáállni az online nyelvtanuláshoz, mert egyrészt szabadon választottad ezt a foglalkozást, vagy ezt a programot. Tudatos vagy az anyagi keretéből kifolyólag is, médium tudatos is vagy, és egyszerűen megvan az a szabadságod, hogy lemondhatsz egy órát. Nincs ez a
kényszer, muszáj csinálni. Úgyhogy ajánlom bárkinek. Az online oktatásban résztvevők egy idő után fáradtságra, fejfájásra vagy kimerültségre panaszkodnak. Szakszó is van rá, Zoom fatigue, magyarul Zoom fáradtságnak fordítják. A BBC közölt nemrég erről egy cikket. Dr. Virginás Andrea, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem médiatanára emelt ki néhány gondolatot a tanulmányból. Az otthoni terünkbe beszorítva, a sokféle társadalmi identitásunkat egy térbe sűrítve, egy gyakran egy fotelbe, egy asztal mögé sűrítve próbáljuk megélni, és ez természetesen nagyon stresszes, nagyon fárasztó. Látszólag face-to-face, személytől személy terjedő beszélgetésben veszünk részt, mégis ebbe a kapcsolatba, ahol, ahogyan fogalmaz a BBC újságírója is, az elméink együtt vannak, a testeink nincsenek együtt. És ez egy nagyon diszonáns helyzetet eredményez, hiszen úgy tűnik, hogy látjuk a másikat, úgy tűnik, hogy érzékeljük a másikat, valójában viszont a médium szűrőjén történik, szűrőjén keresztül történik mindez, és hatalmas erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy dekódoljuk a gyakran késve, torzítva, akár vízhangosan érkező hangmagasságot, hangsúlyt, hanglejtést. Irtózatos koncentrációt igényel az, hogy a képernyő szűrőjén, pixelein, szerkezetén keresztül dekódoljuk a beszélgetőtársunk gesztusait, mimikáját, arcmozgásait, fintorait, mosolyait. És ez a figyelem ugye egy percig se lankadhat. Míg a való világbeli beszélgetésekben, a beszélgetés elején és végén be tudjuk lőni azt, meg tudjuk állapítani, hogy a beszélgető társunk vagy társaink milyen hangulatban, milyen eszköz, milyen gesztusokkal bírnak a mai nap. Ezt a fajta lazítást, ezt a fajta pihenőt nem engedhetjük meg magunknak a videócset alatt, videóbeszélgetés alatt. És természetesen ez a fajta figyelem megsokszorozódik, amennyiben sokkal többen veszünk részt a beszélgetésben. Beindul egy úgynevezett depersonalizációs folyamat, a saját egyéniségünk, a saját személyiségünknek a fontossága ugye egyre kisebb lesz, és erre a képernyő és maga a technikai, technológiai platform csak ráerősítenek. A szakemberek azt javasolják, hogy bizonyos esetekben a diákok kapcsolhassák ki a webkamerát, vagy az online órát váltsa fel valamilyen szöveges kivonat. Az online oktatás romániai helyzetével a bukaresti magyar adás szerkesztői hosszasan foglalkoztak a napokban. A bő fél órás riport néhány következtetéséről beszélgettem az anyag szerkesztőjével. Ami nekem nagyon kirajzolódott az egészből, hogy tényleg a mi tanügyi rendszerünk nincs felkészülve semmi szín alatt egy ilyen helyzetre. És nem csak, hogy nem csak fogalmazzak itt kütyük szempontjából, hogy kinek van, és kinek nincs, és ki hogy fér hozzá, hanem itt tulajdonképpen arra sem vagyunk felkészülve, hogy egy egységes rendszerünk legyen. Mert itt nem csak az a kérdés, hogy kinek van táblagép, és kinek van számítógépe, hanem hogy oktatják ezeket a gyerekeket. Általánosan mindenki azt mondta, hogy nagyon remélik, hogy ez a helyzet egy kicsit felvilágosítja a szakembereket, vagy egyáltalán meggyújt egy kis fény arra, hogy nagyon-nagyon át kell gondolni ezt az egész rendszert. Mert egységesíteni kell, ugye a tanítók, tanárok azzal is szembesültek, hogy mit is tanítsanak online, tehát vegyenek-e új leckét, nem kaptak egy egységes útmutatót, mind ígérgettek valami metodológiát, ezt nem kapták meg. Akkor mindenki ugye nézegette az internetet, mindenki saját magának kialakította a tanrendjét, a taneszközét, az online taneszközét, és így próbált helytállni a helyzetnek. A teljes riport a www.magyaradás.ro oldalon nézhető vissza. Úgy a tanárok, mint a